fővárosi ítélőtábla részítéletet hirdet. A fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság részítéletének nem fellebbezett részét nem érinti, fellebbezett rendelkezését részben megváltoztatja, és Fejes András 51-rendű, Hudák Dénes 56-rendű, Lőrinc Dávid 62-rendű, Orsik Márk 65-rendű, Péva István 67-rendű felperesek testi épségek és egészség megsértésének megállapítására irányuló keresetét elutasítja. Megállapítja, hogy az első, másod, harmad és negyedrendű alperesek a felperesek részére személyenként megállapított 100 000 forint és késedelmi kamatai, valamint a bruttó 10 000 forint perköltséget egyetemlegesen kötelesek megfizetni. Az elsőrendű alperes által fizetendő további nem vagyoni kártérítés összegét az 51-rendű felperes javára 300 000 forintra, az 56-rendű felperes javára 300 000 forintra, az 62-rendű felperes javára 400 000 forintra, a 67. rendű felperes javára 350 000 forintra, a 71-rendű felperes javára 500 000 forintra, a 72-rendű felperes javára 500 000 forintra, a 73-rendű felperes javára 500 000 forintra és késedelmi kamataira leszállítja. Az elsőrendű alperes által fizetendő perköltség összegét az 51-rendű felperes javára 30 000 forintra, az 56-rendű felperes javára 30 000 forintra, a 62-rendű felperes javára 40 000 forintra, a 71-rendű felperes javára 50 000 forintra, a 72-rendű felperes javára 50 000 forintra, a 73-rendű felperes javára 50 000 forintra leszállítja. A magyar állam javára fizetendő kereseti illeték összegét az elsőrendű és a 51-rendű és az 56. rendű felperes vonatkozásában személyenként 29 700 forintra, a 62-rendű felperes vonatkozásában 24 300 forintra, a 67-rendű felperes vonatkozásában 27 000 forintra, a 71, 72 és 73-as rendű felperes vonatkozásában személyenként 17 800 forintra felemeli. A fennmaradó 327 900 forint kereseti illetéket a magyar állam viseli. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyja. Kötelezi az elsőrendű alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a 62-rendű felperesnek 12 500 forint plusz áfa, a 65-rendű felperesnek 15 000 forint plusz áfa, 66-rendű felperesnek 17 000 forint plusz áfa, a 67-rendű felperesnek 15 000 forint plusz áfa, a 71-rendű 72 és 73 rendű felperesnek személyenként 16 000 forint plusz áfa, a 74-rendű felperesnek 18 000 forint plusz áfa másodfokú perköltséget. Ezt meghaladóan a peres felek a felmerült költségeiket maguk viselik. Kötelezi a negyedrendű alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az 51-rendű, 56-rendű, 62-rendű, 65-rendű, 66-rendű, 67-rendű, 71. rendű, 72. és 73. rendű, valamint 71. rendű felpereseknek személyenként 15 000 forint plusz áfa másodfokú perköltséget. Kötelezi az 51-rendű és 56-rendű felpereseket,
hogy személyenként 20.200 forint, a 62. rendű felperest, hogy 13.400 forint, a 67. rendű felperest, hogy 14.400 forint, a 71-et, 72-et, 73. rendű felpereseket, hogy személyenként 13.400 forint fellebbezési illetéket fizessenek meg a Magyar Államnak külön felhívásra. A fennmaradó 435.600 forint fellebbezési illetéket a Magyar Állam viseli. Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.